2017 végén a Marsó Teniszcentrum azzal a céllal vette át a Nyíregyházi Teniszklub üzemeltetését, hogy a megyeszékhelynek ebben a sportágban is országos és nemzetközi hírnevet vívjon ki. Ehhez az első fontos lépcsőfok, hogy június 19-e és 28-a között Nyíregyháza ad otthont a korosztályos vidékbajnokságnak. Becser Zoltán versenyigazgató elmondta, a megmérettetésre mintegy 35 vidéki klub közel 300 versenyzőjét várják, akik a 12-től 18 éves korosztályig egyéniben, párosban és csapatban versengenek majd. A korosztályos vidékbajnokság a utánpótlás versenyek tekintetében az egyik legrangosabb az országban, és az idén tovább emelkedik a presztízse ennek a versenynek, hiszen az eddigiek mellett, hiszen eddig a csapatbajnoki kvalifikáció ez minden esetben a vidékbajnokságon történt az országos bajnokság tekintetében, de az idei évtől kezdve a 12-es legkisebbek közötti korosztály tekintetében szintén kvalifikációnak számít az országos bajnokságra vonatkozóan. Nyíregyházán közel 10 éve nem rendeztek hasonlóan rangos teniszversenyt. Kovács Ferenc elmondta, a mostani megmérettetés megrendezésének a lehetősége az elmúlt időszak kitartó munkájának köszönhető. Ez egy nagy kihívás is, nagy feladat is, de egy nagy lehetőség is, hogy bemutassuk tulajdonképpen az egész országnak, hiszen Budapest egy külön bajnokság megy, mindenhonnan jönnek hozzánk, hogy milyen hagyományai vannak a tenisznek Nyíregyházán, milyen kiváló adottsága, infrastruktúrája, és milyen szervezőcsapata, és milyen utánpótlás élete, hiszen azt a középpontba tettük, amikor a Marsóval megkötöttük a szerződést, hogy az infrastruktúra fejlesztés mellett az utánpótlás nevelés, és hát ilyen nagy programok szervezését is közösen megpróbáljuk idehozni a városunkba. A rangos versenyek megrendezéséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúrális háttér megteremtése. Ebben a Marsó Teniszcentrum jelentős eredményeket ért el az utóbbi időben. A Marsó Kft-nek kezdetektől fogva az volt a célja, hogy Nyíregyházára varázsolja Magyarország egyik legszínvonalasabb teniszcentrumát. Ennek első lépcsőfoka volt ez a vidékbajnokság, ahol a versenyzőket 15 frissen feljutott salakpálya várja, teljesen új pályapihenőkkel és lelátókkal. Továbbá a pályák körül több mint 120 méter hosszan, 3 méter magasan cseréltük le az összes kerítést, amiket le is festettünk, és azzal csak azt szeretném ezzel mondani, hogy óriási látványos fejlődésen ment keresztül a Városi Stadionnak a tenisz létesítménye. De a pályák környezete és a kiszolgáló helyiségek is megújultak. A fejlesztések pedig tovább folytatódnak, a cél ugyanis, hogy Nyíregyháza a közeljövőben további országos és akár nemzetközi tornáknak is otthont adjon.